Sziasztok, Smokey vagyok, nyomjuk tovább a melót itt a Minecraftben, de még mielőtt belekezdenénk, ha még most látjátok először a csatornámat, légy szíves, iratkozzatok fel, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, köszi előre is. Na, úgy, hogy itt vagyunk az új map farmnál, amit látjátok, itt jönnek szépen lefelé a mabok, és nincs semmi probléma. Nézzük meg itt kicsit közelebbről. Igen, spannolnak. Úgy, ahogy kell. Smokey az fent AFK-zik. Közben itt a külső kamerával megnézzünk egy pár dolgot, amit itt közben csináltam. Ezt a Killing Chambert bekötöttem egy ilyen vízvezetékbe, ahogy szoktuk. Itt megcsináltam ezt a szokásos dispenszörös adagoló rendszert, ami beviszi ugye ebbe a vízvezetékbe. Közben ide építettem egy rendszert, ami gyakorlatilag egy szortírozó rendszer. Ez kifejezetten csak a csontoknak van, tehát ez itt kiszortírozza a csontokat. Látjátok is, hogy szépen dobálja felfelé. Nézzük meg, hogy jön-e még valami csont. Ott jön egy csont, bekerül a dispenszörbe, bedobja ebbe a vízvezetékbe. Ez pedig begyűlt ide a ládákba, hát már elég jól begyűlt szépen, már majdnem két dupla láda. Ez nyilván sokkal jobban működik, mint ez a másik map farm. Tehát az összes többi dolog, ami nem csont, azok pedig bejönnek ebbe a fő vízvezetékbe, ami szépen beviszi az összes dolgunkat ide a raktárba. És itt is már szépen gyűlnek a dolgok, tehát például puskaporból, gunpowderből már van, azt mondja, ebből is majdnem két dupla láda, nyilvesszőből, dettó, mi van még itt, ami onnan körülbelül ennyi, ja, meg a pókokból a string, tehát a pókháló, ebből is már több, mint egy dupla láda, úgyhogy van bőven lootunk, ez tök jó. Na most itt ez a nagy rész, ugye egy kicsit arrébb pakoltam ezeket a ládákat is, mert ide fogjuk majd felépíteni a fafarmot hamarosan. Mi mielőtt ebbe belekezdenénk, azt hiszem, hogy el fogunk menni a Netherbe. Próbálunk találni egy ice biomot, tehát egy jégbiomát, mert azért jó lenne, hogy lenne jegünk, annak most itt hiány vagyunk, tehát nincs egyáltalán egy darab se. Úgyhogy most visszaváltok akkor Smokey-ra, és elmegyünk a Netherbe. Igen, itt vannak ezek a túlélők, hát ezeket nem hagyjuk azért annyiban. Irány a Nether. Oké, na szerintem jók vagyunk, hát merre menjünk, itt már indultam erre felé, ott van egy csomó glowstone. Azokat kiszedjük. Ja, visszajöttem, mert közben rájöttem, hogy elfelejtettem megnézni a koordinátákat. Ez azért elég fontos. Tehát itt vagyunk körülbelül a mínusz 20... Oké, tehát ez az, ami kell nekünk, az X koordináta, mínusz 26. Tehát elmegyünk körülbelül egy olyan 480-ig. Közben amit találunk, azt kibányáztuk nyilván, most azért nem megyek fel, de az ilyen quartz, meg glowstone ilyeneket, amit találunk, azt nyilván kiszedjük. Na hát itt egy hatalmas ilyen láva óceán van alattunk, úgyhogy itt inkább elmegyünk egy kicsit jobbra, és úgy folytatjuk tovább, mert azért nem benne jó beleesne. Na nézzük, elmegyünk szerintem, vagy mennyi, hát vagy 20 blokkot. Na, átmenjünk, vagy ne menjünk, ez itt a kérdés, hát elég veszélyesnek tűnik. Viszont még azért mennünk kellene, vagy 100 blokkot. Na, próbáljuk meg. Reméljük, hogy nem lesz némileg ilyen guest, és
nem fog minket lebombázni, mert akkor esélytelen a dolog. Hát igen, ez egy elég veszélyes vállalkozás, pont itt vagyunk, majdnem, ja, már kicsivel több is, mint 500 blokk. Na ide akkor építünk egy nether portált. Oké, begyújtjuk. És átugrunk itt, és megnézzük, hogy van-e esetleg jég. Na hát, kérem. Nem a legjobb. Nem a legjobb helyre csöppentünk. Cold Ocean biomában vagyunk. Hát ez nem jégbióma, de lehet, hogy a közelben van egy, ki tudja, egy jégbióma. Kicsit itt befákjázzuk. És akkor itt megpróbálunk felmenni. Nagyon fülelni kell ilyenkor, amikor felfele megyünk, vagy hát lefele is, teljesen mindegy. Nem hallunk esetleg láva csobogást, nehogy belefussunk egy lávába. És itt egy óceánban vagyunk. Amint valamilyen vízbe kerültünk itt be. Volt a távolban az... Az egy jég, vagy... Vagy ez még az a homok. Ó, nézzük meg. Jó. Hát ez nagyon ígéretesnek tűnik itt távolról. Az lehet, hogy ez egy jégbióma. De itt távolról nehéz megítélni, az is lehet, hogy az is szent homok. Hát az egy jégbióma. Ah! Na hát ez ennyi, királyság. Ugye eljöttünk 4000 blokkot, és találtunk itt egyből egy jégbiómát. Ez nagyon-nagyon szuper. Na, akkor itt azt csináljuk, hogy építünk ide is egy portált. Kicsit, hogy feljövünk. Hát ugye ennyi, nem gondoltam, hogy ekkora szerencsénk lesz, úgyhogy nincs nálam Silk Touch szerszám. De feljövünk ide a felszínre, úgyhogy most nem tudunk jeget bányászni, ezzel azt akartam csak mondani. Ide építünk egy nether portált. Na és hát ha visszamegyünk a másik... Oké, de jó, tehát ez belinkelt minket ide ehhez a nether portálhoz, szuper. De megint visszamegyünk. Megnézzük, hogy most innen hova visz minket még nether portálhoz. De ide, amelyik itt alul van, akkor itt azt csináljuk, hogy ezt megszüntetjük. De gyakorlatilag lemegyünk a netherbe, és 500 blokkot kell csak, hogy gyalogoljunk ahhoz, hogy eljussunk ehhez a jégbiómához. Ez nagyon jó. Nem egy nagy távolság. Most visszamegyünk a nedőbe, aztán megint visszajövünk, megnézzük, hogy tényleg összelinkelte a két nedő portál magát. Nézzük. Ó, nem, megint csinált ide egyet. Ó, nem hiszem. Na mindegy, akkor itt azt csináljuk, hogy hol volt ez a nedő portál, ezt itt megszüntetjük szerintem. És azt mondja, hogy tehát dél felé van ez a másik nether portál, tehát felmegyünk a szülcsenel, felmegyünk a netherbe, és ott is csinálunk déli irányba egy nether portált. Megnézzük körülbelül hány blokk ez itt, tehát mennyi 3900-62 nél vagyunk körülbelül.
és west, tehát nyugatra megyünk. Ó, oh, nem hiszem el. Trident, megvan az első tridentünk. Ó, oh, de király. Nagyon-nagyon jó. Az a lényeg, hogy nyugat felé kell nagyjából tendálni, tehát most south, south, hol van a nyugat, tehát ez a nyugat, oké. Okay. Ez a nyugat. Itt visszajövünk egy ilyen mennyit, mondtunk 40, mondjuk egy 40 valány blokkot, tehát ez volt a negyedik blokk. 500. Meg a mínusz 6. oké. Okay. Eljövünk egy 450. blokkig. Körülbelül ez mondjuk nem a legjobb hely, ott, de ott leugrunk, oké. Okay. 450, meg még kicsit elrébb jövünk. Oké, okay, na valahova ide építünk egy portát. És remélhetőleg ez lesz a megfelelő pozíció. Na, reménykedjünk. Oké, ez úgy is van. Nézzük, hogy visszafele is működik-e. Szuper, oké, össze van linkelve a két nedőportál. Szuper, szuper, szuper. Kicsit fentebb hozzuk ezt a nedőportált. Majd kicseréljük őre ezeket a blokkokat, legalábbis majd az oldalakat. Most egyenlőre megépítjük itt ezt a kis platformot. Oké, ezt begyújtjuk, és nézzük meg, hogy igen, azt pedig eltüntetjük ott. Ezt lezárjuk. Még egyszer leteszteljük. Már nem kéne, hogy legyen bármi probléma. Oké, itt vagyunk. Itt meg itt vagyunk, szuper, oké, na hát ennyi. Gyorsan visszamegyünk a felvilágba. Felszedjük a silk touch-os szelszámunkat és visszajövünk utána. És akkor bányászunk egy nagyobb mennyiségű jeget. Elővesszük a silk touch-os csákányunkat. Az itt egyből mit kaptunk? Pektájsz. Tehát ez a legjobb fajta, ugye? A pektájsz, ez a sötétebb, ez a világosabb. Ez csak sima jég. Ami azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag elolvad, hogyha a fény közel, tehát a mondjuk fákja közelébe rakjuk, vagy bármi. Ez a pektájsz viszont nem olvad el, tehát ez sokkal jobb, mint a sima jég. Ugye erre kell, hogy menjünk igazából, ez a legjobb fajta. Oké. Úgyhogy teljesen talál vagyunk jéggel. Úgyhogy ennyi volt a jégvadászás. Ennyi jéggel nagyon sokáig jók vagyunk. Egy darabig nem kell ide jönni, de most már legalább tudjuk, hogy ez is van. Ha kell, akkor itt van rendelkezésünkre áll. Na, azt hiszem ezt a sort megcsináljuk a jégnek. Oké, veszünk itt egy pár gombot magunkhoz.
Kérlek, hogy ide átdobjuk szépen. Gombot visszatesszük. Ezt a többi dolgot itt, ezeket meg kiszedjük. Hát tesszük valahova máshova. Jégből jók vagyunk most egy darabig. Van egy jó pár. És azt hiszem, még ezt a lépcsőt nem láttátok itt. Végre már ez is sikerült. Itt ezen a nagy placon itt lesz ugye a fa farm, ide fogjuk megépíteni, itt arrébb is raktam ezt a pár ládát emiatt. De ezt ma szerintem a következő részben kezdjük el. Közben itt ugye még azt találtam ki, hogy most itt elég élement ennek a csákánynak a AP-ja. És nem voltunk már egy ideje a XP farmunkon. Itt is vagyunk, és hát nézzük. Fú, ezek teljesen fullon vannak ezek a ládák, a dry kelp-el. Hoppá, oké. Okay. Itt felül gondolom, hogy kijött egy rengeteg kelp, csak hát gondolom, hogy idő után diszpannoltak. Na nézzük, itt ezek is eltűntek, oké. Okay. Itt azt csináljuk, hogy szedünk egy pár dried kelp-et. Az egyik kezünkbe a sima csákányunk lesz, a másikban meg a széltacsos. És... hát tesszük ide, oké. Okay. Próbáljuk mind a kettőt feljavítani, na nézzük. Hát most elvileg rengeteg HP van eltárolva itt a sütőkben. Itt most lenne 49 HP-nk van, meg itt láthatjátok itt a csíkot, hogy hol tart a következő XP váltás. Hát ez nem egy rengeteg. Lehet, hogy jobb, hogyha végéről kezdjük, mert ezeket már elvileg kiszedtük itt korábban. Oké, már jobb volt. Oké, tehát már itt a jobb kezemben van csákány, ez már teljesen ki is javult. Az összes páncélunk is ki van teljesen javítva. Lehet, hogy átteszem akkor ebbe a kézbe, hát hogy jobban javul ez a széltacsos. És ki is javultak. Egyszerű, akkor ezen a sávon nincsen viszont, vagyis ezen a lapáton nincsen mending, ez nem fog javulni, úgy akkor még talán a kardot kell, hogy kijavítsuk egy picit, és mindenki van javítva. Oké, okay, az is ki van javítva. Hát ennyi, hogy erre építettük ezt a farmot. Legyen rengeteg kelpünk, és hát van is szerencsére. Itt akkor ebből a sorból szerintem kiszedjük a ládákból a dried kelpet, és csinálunk belőle dried kelp blokkokat. Kérdeztétek, hogy fogom-e update-elni ezt a szériát, vagyis ezt a világot 1.14-re, 1.14-re, és a válaszom az, hogy természetesen az 1.14, mint tudjátok, egy óriás update, vagy major update, ahogy a Minecraft gyártójától, a Mojang-től hallhattuk, vagy láthattuk. Rengeteg minden változik, új mobok, ellenséges és barátságos mobok egyaránt, villagers, panda, róka, és egy teljesen új úgynevezett illager,
akik talán az eddigi legaktívabb ellenséges mobok lesznek, ugyanis csapatban összehangolva fognak falvakat, villager-öket támadni, teljesen új élményt hozva a Minecraftbe, legalábbis véleményem szerint. Emellett lesznek új blokkok az update-tel, a kibányászható blokkok nagy részéből lehetőség lesz lépcsőket és szlebeket készíteni, lesz egy két teljesen új blokk, mint például a bambusz, amiből árványzatot építhetünk, meggyorsítva az építkezéseinket. Fog változni a spanolás mechanikája, és egyes mobok, mint például a villagerök teljes viselkedési programja meg fog változni, és mint minden ilyen major vagy óriás update, ez is hoz magával egy-két major bugot, vagyis hibát, amiket várhatóan pár héten belül patch-ekkel ki fog javítani a Mahjong. Szóval ez az egyik oka, hogy én még várok az 1.14-es update-tel, a másik pedig az, hogy amiket használok, ilyen grafikus javítókat és shaderöket, tehát az Optifine és a shader, amit használok, ezek is körülbelül még egy-két héten belülre ígérték az update-jeiket 1.14-re, úgyhogy ezeket szépen kivárjuk, van bőven mit csinálni addig is. Az 1.14-et egyébként már hónapok óta tesztelem, az eddigi beta verziókkal és a már kihozott végleges verzióval is, és rengeteg új videó alapanyagot fog szolgáltatni sok-sok ideig, ez nagyon jó hír. Az eddig megépített farmok egyébként mind működnek majd az update után is, úgyhogy ha valaki követi a szériákat és esetleg elkezdtétek építeni a saját világotokba is az itt bemutatott farmokat, azoknak a nagy része, tehát szinte minden fog működni, egy-két változtatás kell majd esetleg eszközölni, ki kell cserélni egy-két blokkot, tehát például ilyen dolgok, hogy az ilyen világítós blokkok, ugye mint például a Sea Lanterns, meg a Glowstone lámpa, ezek már nem lesznek többi spanolhatók, és ugye én például ezeket építettem be a Slime Farmba legutóbb, hogy ezeket majd ki kell cserélni, ki kell gondolni, hogy mi legyen helyettük. Ilyen dolgok, de ahogy mondtam, kiváljuk ezeket az update-eket, az Optifine és a Shader update-et, megvárunk egy-két patch-et, és mi is update-eljük a világunkat 1.14-re. Úgyhogy srácok, ennyi volt a mai epizód, remélem tetszett, ha eddig nem voltatok feliratkozva, légy szíves, tegyétek meg, dobjatok egy lájkot, ha tetszett ez a rész, és osszátok a haverokkal. Köszi még egyszer, Smokey voltam. Ciao!